Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Komet vagyok, és ahogy már megszokhattátok, mivel csütörtök van, a heti újdonságok legújabb részében köszöntelek benneteket. Ahogy mindig most is el kell, hogy mondjam, azok a dolgok, amiket ebben a videóban említek nektek, kizárólag október 8-a és 15-e között aktuálisak, minden más új információ ér a GTA Online-ból, gyere vissza a csatornára és nézd meg a heti újdonságok legújabb részét majd a következő csütörtökön. Ismételten vannak pénzezési lehetőségeink, akcióink, új pódiumjárművünk, Twitch Prime-os bónuszunk, belépési bónuszunk, úgyhogy igazából nem is szeretném tovább húzni a szót, vágjunk bele és lessük meg, hogy mik a GTA Online heti újdonságai. Ahogy az előbbi bevezetőben említettem nektek, van belépési bónuszunk, így ezzel kezdeném. Egészen egyértelmű, úgy, hogy mit kell csinálni a belépési bónusz megszerzéséhez, de hogyha nem egyértelmű, akkor be kell lépni a játékba. Ennyire egyszerű. És hogyha ezt megteszitek ezen a héten, akkor ingyenesen a tiétek lesz a Fruit Tea, ami egy ilyen iFruit-os póló. Véltem valami összefüggést felfedezni azzal, hogy ugye most októberben lesz majd az Apple event, amin bejelentik majd az új iPhone-okat. Lehet, hogy nem így van, lehet, hogy nem ezen a héten lesz, fogalmam sincs, csak hallottam róla. Lehetséges, hogy ezért kapjuk most ingyenesen ezt a Fruit Tea-t. Na de ennyit a bejelentkezési bónuszról, térjünk át a pénzszerzési lehetőségekre, azon belül is a fix pénzszerzési lehetőségeinkre, tehát a Time Trialokra. Ismételten van egy RC banditós és egy rendes, Land Vehicle-ös Time Trialunk. Az RC banditós a Construction Site 1, a sima rendes Land Vehicle-ös pedig a Mount Gordo. Előbb itt, tehát az RC banditósat megtaláljátok a videóban, néhány részre elvágva, de egy az egyben, hogy hogyan kell megcsinálni. A Mount Gordo Land Vehicle-ös Time Trial pedig jobb felül az i-betűre kattintva tudjátok megnézni egy régebben rögzített videó formájában, hogy milyen útvonalon és hogyan kell megcsinálni. Ennyit a fix pénzszerzési lehetőségekről, most pedig térjünk rá a szorzós dolgainkra, azon belül is először a kétszeres dollár és RP szorzót kapott dolgokra, amik a Contact Mission-ök, tehát az összes küldetés, ami a játékban található, kivéve a kaszinós és a Super Yacht Life küldetéseket, ezen kívül az összes küldetések menüpontban található mission duplás dollár és RP szorzót kapott. Ezen kívül háromszoros szorzó van a Transform versenyeken, illetve hogyha most bodyguardként vagy associateként dolgoztok, akkor a fizetésetek is háromszoros szorzót kap, tehát hogyha segítetek valamelyik barátodoknak mondjuk eladni a bunkert, vagy VIP workökben, stb., akkor most háromszoros szorzó van a fizetéseteken. A pénzszerzési lehetőségekről ennyit, most pedig térjünk át az akciókra, a videó címéből is láthattátok, hogy ebből nagyon-nagyon sok van, úgyhogy el is kezdeném a felsorolásokat, először az autókkal kezdeném, mert abból van kevesebb. 40%-kal olcsóbb a Kanjo és a Sugoi, 30%-kal olcsóbb pedig a Vagrant, ezeket a Southern Surrenderer szuperautózon tudjátok megvenni, illetve szintén 30%-kal olcsóbb a JB700W, ez pedig ugye a Warstock-on vásárolható meg. Ezen kívül természetesen még mindig 50%-kal olcsóbb a Toyota, a Swinger, a Celestron, a 190, a Sony GD, a LPG, a Mamba, az Infamous, az Itálp és a Vizeris. De ez amúgy már senkit nem érdekel, tényleg. Már 8. hete, amúgy tényleg szerintem a 8. hete akciósak ezek. Na mindegy, szóval térjünk rá a nem járműves, hanem épületes akcióinkra. 40%-kal olcsóbb az összes játékban található garázs, beleértve itt természetesen a Dynasty 8-es garázsokat, de ezen kívül az Office garázsok, az Arena Workshop garázsok, a Nightclub garázsok, az Arcade garázsok, a Casino Penthouse garázsok is 40%-kal olcsóbbak, valamint a MOTS Personal Vehicle Storage is ugyanennyivel olcsóbb. Ezen kívül pedig szintén 40%-kal olcsóbb az összes high-end apartman a Dynasty 8-en, és 40%-kal olcsóbbak a fegyverboltban a laser weaponök, tehát a Widowmaker, az Unholy Hellbringer és az Appen Atomizer. Ne hagyjuk ki, természetesen, ha már általában el szoktam felejteni, a Prime rewardokat sem, a Prime-os akciókat sem. 80%-kal olcsóbb az FH-1 Hunter helikopter, illetve ugyanennyivel olcsóbb a P-45 Nakota repülőgép. Ezen kívül ingyenesen megszerezhetik a Prime-osok a Vespucci Canals Nightclubot, és hogyha ezen a héten játszanak, 200 000 dollárt kapnak csak azért, mert beléptek a játékba. Szóval ez jár a Twitch Prime-osoknak erre a hétre, meg valószínűleg még a jövő hétre is, de ez már úgyis a jövő héten lesz téma, nem most. És már természetesen csak egyetlen egy dolog van hátra, ami nem más, mint a pódium járművünk. Ez pedig nem más, mint a Lamparati Tygon, ami ugye a legutóbbi DLC-vel érkezett a játékba.
kétajtós, kétszemélyes szuperautó, és normál esetben a Legendary Motorsportson 2.310.000 dollárért vásárolható meg, de ezen a héten 7 alkalmatok nyílik arra, hogy ingyenesen ki tudjátok pörgetni ezt a járművet a pódiumról, ehhez mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert kívánok, egyébként ez egy tök jó kis autó szerintem. Összességében ennyi lenne ennek a hétnek az újdonsága, szerintem egész sok mindent kaptunk, főként akciós dolgokkal kapcsolatban, nyilván pénzszerzési lehetőségünk annyira sok nincsen, de ezért kárpótolhatnak az akciók. Hogyha ebből a sorozatból tájékozottok a GTA Online újdonságairól, legyetek kedvesek, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha pedig nem szeretnétek lemaradni a következő hét újdonságairól sem, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, a jövő héten találkozunk, srácok, én Comet voltam. Sziasztok!